December 17-én településünk önkormányzata a közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tartott a Művődési Házban. Az eseményre a képviselőtestület szeretettel és tisztelettel várta a település lakóit és azokat, akik tájékozódni kívántak Nagy Rábék közügyeit illetően. A közmeghallgatáson Tiszai Károly településünk polgármester összegezte a 2018-as évet és tájékoztatta a lakosokat a Nagy Rábék jelenleg is zajló beruházásokról és fejlesztésekről. A megjelent lakosok kérdéseikre is választ kaphattak. Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy ennyien elfogadták a meghívásunkat ezen a karácsony előtti készülődő hidegtéli estén, és megjelentek itt a közmeghallgatásra egybekötött falugyűlésünkön. Most már itt szétnézve a testület is határozatképes, hiszen ez a közmeghallgatáshoz ugye a testület határozatképes jelenléte is szükséges. Úgyhogy előjáróban itt a gyorsan eltelt egy évet nagyon röviden szeretném összefoglalni, a szokás szerint. Nagyon sok minden történt így a településen. A legfontosabbak azok a beruházások, amik most is zajlanak, és ugye elég sikeres évet is tudhatunk magunk mögött. Amik már lezajlott beruházások év közben, nyáron, pályázatból, több mint 17 millió forintból megújítottuk az óvodát, egy csoportszobát kialakítottunk, és immár most már 4 nevelési csoportban zajlik az élet. Ugye a 2017. szeptemberében létrehoztuk a bölcsérét, ahova 12 gyermek tud minden nap biztonságos és jó körülmények között ellátást kapni, és ez azt jelenti, hogy a 12 gyermek szülei pedig el tudnak menni dolgozni, és ez nagyon fontos azért a családok életében. Most kialakított csoportszobával pedig ugye az óvodai csoportszobánk 3-ra bővült, és a gyerekek azért olyan egészséges és jó körülmények között élhetik a mindennapi életüket. Ugye 2 óvodánk az óvodán tartunk nyugdíjban, mert sikerült egyik őket pótolni, tehát így az óvoda kis gyermekek nevelése az teljesen biztosított. Épül a Füsti út végre pályázati forrásból, az több mint 100 millió forint, tehát 115 millió forintba fog kerülni, amiben 2700 forint ilyen 100 millió forint támogatást kaptunk. A Füsti útnak a leendő szennyvíztelettől a Bakonszeg Bihatoldal összekötő útig elkészült lassan teljes egészében a felújítása. A második szakasz az majd a szennyvíztelep elkészülte után a Nagy Rábék tábláig, a temető melletti Nagy Rábék tábláig fog elkészülni, ugyanis ez ugye külterű üléti utak pályázatából jön létre, és nyilván a táblától a benzinkútig pedig az önkormányzat ezzel egyidejűleg fel fogja újítani azt az utat, tehát a Füsti út a temetőig és aztán Bakószeg aljáig is teljesen járható lesz. Sokan biztosan látják közel 50 milliós forrásból, ez a toppos fejlesztési pályázatból megújul a napokban az önkormányzat épülete. Itt már most készen vagyunk az ablakcserékkel, a nyílászablak cseréjével, a teljes szigeteléssel. Fölkerül még a héten egy napelemrendszer, és utána majd egy nemes vakolat, ha az idő is úgy engedi. És akkor itt teljes egészében a gépészet is megújult, minden radiátort kicserélünk a hivatal épületében. Tehát egy korszerű épületet fogunk ezentúl használni. A szennyvízberuházás, ami mindenkit érint, hogy áprilisban elkezdődött. Egyébként elfelejtettem bemutatni, de talán többen ismerik már Szabó Attilát, a Svitelszki Magyarország képviselőjét itt ül mellettem, és majd kérdésekre válaszolni fog, ő tud jobban válaszolni. Tehát zajlik a szennyvízberuházás, igazából a lakossági bekötéseknek több mint a fele elkészült, a szennyvízhálózat nagy része is lassan kész lesz, teljesen készen vagyunk a főutcán, és hát a telepépítése az, ami mennyinek 20-25%-os készültségi foknál áll, úgyhogy folyamatosan és ütem szerint halad ez a beruházás is. Mindenképpen meg kell említenem, mert napi panaszok érkeznek, és naponta szembesülünk leginkább a szennyvízzel kapcsolatban, és ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy türelmet kérünk. Tehát akárhogy is van, ez egy építkezés, amit nem lehet egyik napról a másikra elkészíteni. Nyilván megsüllyednek az elkészült nyomvonalak, azokat a kivitelező azt javítja, ha információt kap, járhatóvá teszik, de ez nem egyenlő a helyreállítással.
Azt kell mindenkinek tudomásul venni és megérteni, hogy tavasszal lesznek helyreállítva az utak, amikor majd az időjárás is ezt engedi, illetve a beruházás vége fele van erre kötelezettsége is. Addig mindenféleképpen csak a biztonság és a közlekedés biztonság a mi fontos cél, hogy tartsuk ezt az állapotot. Mindenféleképpen azért is fontos ezt, hiszen aki építkezett már azt tényleg tudhatja, hogy tényleg idő kell. Ezt komolyan is, szerintem komolyan is mondják a régiek is, hogy jó munkához idő kell. És itt pedig tényleg az árokásások, a csatornázás az tényleg olyan, amikor tömörödik a föld, az út és ott megsüllyedhet. Úgyhogy ezt nem elég-elégszer hangsúlyozni, türelmet tudunk kérni mindenkitől. A türelem persze azt is jelenti, hogyha problémát látnak, és még egyszer mondom, balesetveszélyes dolgokat, vagy olyan dolgot, ami gátolja a közlekedést, akkor azt viszont jelezni kell, és akkor azt megpróbáljuk helyreállítani. Ugye ebben az évben azért nagyon sok sikeres rendezvényünk is volt, ezt azért el kell mondani, azért a Sári Tíze Fesztivál most már közel 8000 embert ide vonzott, és igazából egy kiemelkedő kulturális és gasztronómiai esemény a megyének, sőt az országnak is. Azért ezt a Földművelési Minisztérium is már kiemelt rendezvények között kezeli, és nagy öröm, hogy azért nagyon sok nagyrádi látogat ki, főleg az a legjobb itt a Sári Tíze Fesztiválban, amit én a legjobban szeretek, mert nekünk inkább rengeteg munkával jár, hogy hozzájönnek régi barátok, ismerősök, és együtt főznek, együtt vannak, együtt szórakoznak, és tényleg egy igazi jó hangulat alakul így a egy-két nap folyamán, van, amikor azért sikerült önnaposra is tenni ezt. Volt nekünk születő felvonulásunk, vagy fesztiválunk, ifi fesztünk, rengeteg kulturális programok. Fél órával ezelőtt például ajándékkönyveket osztottunk a gyermekeknek, főleg a rászorulóknak. Tehát azért próbáljuk így a gyermekek és a fiatalok életét is minél könnyebbé tenni. Az önkormányzat részéről még jelentősek azok az események, amelyek igazából nevezhetjük ilyen segélyek vagy támogatási formákban jelenik meg. Szerencsére az idén nagyon sok mindent tudtunk a lakosság részére biztosítani, tényleg a kisgyermekektől az idősekig, ez a két kiemelt cél a legfontosabb, de mindemellett a fiatal felnőttek, vagy akár a felnőttek is részesülhetnek támogatásban. Ugye a gyermekeknek beiskolázási támogatást adtunk, azért itt elég jelentős összegek, mert így 15.000 forinttól 25.000 forintig kapott egy gyermek támogatásokat az iskolakezdéshez. Most karácsonykor minden gyermek kap egyszeri 12.000 forintos juttatást, a nyugdíjasok pedig 10.000 forintos juttatásokat. A nyugdíjasok a holnapi nap folyamán meg fogják kapni. A 60 évet betöltöttek, pontosabban ez így helyes. Tehát minden 60 évet betöltött személy kapni fog egy ilyen karácsonyi támogatást az önkormányzattól. Januárban megtörténik a szén kiosztása, 475 kg szenet fog kapni, és mindenki, aki benyújtotta az igénylését, meg fogja kapni a széntámogatást. Most pedig várják a kollégák még a napokban a gázár támogatáshoz az igényléseket, akik nem voltak jogosultak valamiért széntámogatásra, azok esetleg, ha a jövedelmi viszonyuk is azt engedi, részesülhetnek, ez kizárólag az önkormányzat keretéből gázár támogatásban. A szénnel kapcsolatban azt el kell mondani, hogy azért a közel 30%-át mindennel együtt az önkormányzat biztosítja ennek az állam által kapott támogatásnak. Nagyon jelentős milliós tétel például az a költség is, amivel ide szállítják, az nekünk a szenet, és önerővel is hozzá kell járulnunk, illetve még ezt ki is kell majd hordanunk saját emberekkel. Annyi viszont jó, hogy most 25 kg-os zárt csomagolásban lesz a szén, tehát mindenki könnyebben tud vele bánni, egy idősebb ember is könnyebben arrébb tudja pakolni, be tud gyújtani és tudja használni. Köszönöm szépen, hogy hirtelen ennyit szerettem volna összefoglalóként az elmúlt évről. És a lakossági a szó, tehát a lakossági fórumról van szó, úgyhogy lehet bátran kérdezni, információt szerezni. Tenném fel azt a kérdés, hogy az ön emberei dolgoznak itt arra a Hunyadi utcán. És ugye nem lehet eljárni az egész Hunyadi utcán. Se biciklivel, se vagy se. Hogy miért állnak ott az emberek, hogy a járdát takarítanák meg.
Na, utána se lehet. Vagy térdi sárga. Az egyik ez a megjegyzés. Majd legkésőbb a válasz. Igen, valóban a Hunyadi utcán egy picit nagyobb vasára kelleténél. Elég szűkös az az utca. A nyomvonalat lényegében megvágni nem tudtuk azt az aszfaltot, ezért tönkre megy ott az út teljes szélességében. Elég mélyen vannak, az egy főgyűjtő, elég mélyen vannak sok a kitermelt föld, de lényegében, amit tudnak, a fiúk minden este lehúzzák az utat, tehát a kanalat leeresztik, végighúzzák. Lényegében ennek a szakasznak most mai nap vagy holnapi nap a végére fognak érni. És akkor nekiállnak komplett takarításnak, helyreállításnak itt a karácsonyi leállás előtt. Meghúzzák az utat a sártól, zúzott kővel megterítik a nyomvonalat, az árkukat kitakarítják, és lényegében a járdát is vesző seprővel le fogják végig sepelni. Tehát amikor munkavégzés nem folyik abba az utcába, akkor el lehet közlekedni. Kicsi sár, tehát ebbe az időjárásba elkerülhetetlen a sár, de mondom, a holnapi naptól, szerdai naptól már csak takarítás fog folyni azon a területen is. Egyéb kérdés? Úgy szintén a szennyvízzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy nem látok sehol sem átemelő telepeket. Tudnélék, én ahogy néztem, mert ugye figyelemmel kísértem azért nagyjából, hogy hát mégis hogy rakják le a csöveket, vízszintbe rakták le. Itt a falunak a helyzete olyan, hogy vannak mélyebb, magasabb pontok. Az a részre oda, hogyha netalántán lesz egy áramszünet, ahol mi lakunk ugye a Vigondó Biharnak belül felő része, ott biztos, hogy fel fog jönni a szennyvíz. És hogyha egy áramszünetes időszak van, ezt hogy tudják majd kiküszöbölni, hogy ez ne történjen meg? Mert ugye most is történt tavaly évben, ugye 4 napig nem volt áram. 4 nap alatt, akárhogy számoljuk, ezen az átmérő csövön, amit most leraktak, nagy befogadó képessége nincs. Tehát a közterületi átemelőket éppen a tegnapi nap, pénteki nap folyamán kezdték el kiépíteni, süllyeszteni. A Pusztaér utcán az elsővel el is készültek. Ezen kívül még 5 darab közterületi átemelő fog épülni. Amikor áramszünet van, havária van, ez is bele van tervezve. Tehát az átemelőnek is van kapacitása. Oda az egy ideig tudja tárolni ezt a szennyvizet. A másik dolog, hogy agregált üzemmódban is tud ez működni. Tehát amikor tehát minden átemelő bejelez a központba, a vízmű központjába, onnan látni fogják, hogy milyen telítettséggel van az átemelő. Hogyha probléma van, akkor azonnal tudnak intézkedni. Hogyha tényleg áramszünet van, akkor agregátorral kijönnek, és működtetik az átemelőket, hogy a szennyvíz nyomó vezetéken keresztül bejusson a szennyvíz telepre. Tehát elöntés emiatt nem kerülhet szóba. Kérdezem, akkor Vihelyen tavaszol, Valhata voltunk csinálni? Milyen utcában? Kis Torony, a Paradigmusza. Igen, az a részvűsága a tehát a télen az biztos volt. Jó, hát úgy tudom, hogy ülepedni kell. Már a biciklisek vagy a lakosok kiszorítják a szíves útra, a biciklisek a járnám. Tavasszal, nyár elején, ahogy az idő engedi, azzal kezdődik a megállítás, azzal a része. Teljes szélességben csak vagy csak a nyomra. Egy kérdés. Erre a munkálatokra van függetlenül, vagy ellenőr?
Van. Lehet, ha volt a nálkodni? Amikor a munkaterületen van, akkor lehet találkozni vele. Köszönöm. A helyreállítás az lényegében sávos helyreállításról szól, ahol tönkre megy az egész út, tehát ilyen itatott aszfalt féleség van az útra leterítve, azt, amit tönkre tettünk, azt javítjuk. Amikor konkrét aszfaltot vágunk, például a Telekhalom utcán megmarad az aszfalt, ott sávosan fogjuk helyreállítani. Ezt akkor most, Karcsi, neked tetőleg kérdezem meg azt, hogy az Aradi utcát, az Amja nincs ott, meg a többieket. Erre szélességűen állsz helyen. Ezt szerettem volna megkérdezni. De az kitatott, a hitatás is nézte alakult. Tehát egy ugyanolyan bevonatot fog kapni, mint amilyen a csatornázás előtt volt. Nem aszfalt. Nem aszfalt, hanem ez kitatott aszfalt. Ugyanaz. Senki nem vállal el aszfaltot, mert ez nem építési pályázat, helyre lesz szállítva, és nyilván sokkal jobb lesz, mint amíg eddig volt. De ugyanazzal a technológiával lesz helyre, mint ahogy az út maga készült, viszont teljes De az Aradi utca, az tudod te is, hogy aszfaltos volt. Ahol aszfaltos volt, az nehezen volt aszfaltos egyébként, mert össze néztük, de hát hagyjátok, hogy kisovány legyen, az kiperegjen belőle, már a hengerkő látszott ki. Minden felmérés meg tervezet szerint az szerint a helyre lehet van, amilyen volt, azzal a technológiával. Ja. Igen, az körülbelül az a munkálatok mikor fejeleinek, de úgyhogy már bennünk esélyünk. Most attól függ, hogy a tél milyen idő, télen milyen időjárás lesz, mennyire tudunk dolgozni, de tavasz vég, tehát úgymond nyár elejére legkésőbb be kell, hogy fejezzük ezt a munkát. Csodálkozok, hogy ugyanaz a tej, Dihol nagy volyom sárékű borokban egy év alatt kifre. Ez kisebb, ez a községült, hogy nem lett ez kif. Attól függ, hogy mennyi csapattal dolgozik a... Hát vegyenek például az ott. Határidőn van, mi azt tartani fogjuk. Úgy gondolom, hogy Dia nagyban sárítóvai szennyvízberuházása vissza is ennek a levét, egyébként 4 hónapban készült el. Akkor mondom, másik, Baba, Báran, Tetér, az melyik nagyobb a Kavispízben. 4 hónap alatt készült a Dia nagyban sárítóvai beruházás, az egy rohan munka volt, mert a határidőt nagyon szorította. Nem volt idő konszolidációra, hasonlóra, süllyednek és az utak, rengeteget lehet is javítani. És egyébként, ha jól tudom, mi van nagy bajom, van talán 50%-os rákötési kötelezettség, sárítóvaliban pedig 60 körül rákötési kötelezettség van. Nálunk ez 100%. Tehát mindenkinek rá kell kötni, minden ingatlan be tudom kötni, míg mondom, mi a nagy bajomban a felengatlanok, a másik felére lehetősen meg sem tervezték a szennyvízberuházást, és a sárítóvali rökség az. Úgyhogy a kettőt nem igazán lehet összehasonlítani, és én biztos vagyok abban, hogy sokkal jobb lesz így a munkaminősége, és sokkal kevesebbet kell majd később javítani, amikor majd úgy lehet helyreállítani, visszaállítani az utak állapotát is, és a nyomvonalakat, és ugye erre volt idő. Én nekem lenne még ezzel, Karcsi mondta ezt a komposztáló részt. Nem tudom, van-e mód és lehetőség arra, hogy megpályáznátok egy darálót, ami itt is van már az önkormányzatnál, hogy Szoboszton megoldották úgy, hogy a zöld ágokat, füvet, bármit ki lehet vinni, úgy, hogy ott komposztálják, és bizonyos százalékban kap virágföldet. Így ösztönzik az embereket, hogy ne össze-vissza borogassák, hanem oda kiviszik, és ott komposztálják. Mert láttam, hogy itt is van egy ágdaráló nektek, ami a traktor után szerelhető, csak az nem hívják semminek, se tudom, mert nekünk, nálunk is van ilyen, és azt semminek hívják, mert bekap egy gajat, aztán vége van, hogy egy komolyabbat, amely már olyan jó 10 centi, nem is olyan borzasztó nagy összegbe kerül, nem mondom, mert ha azt nézzük, egy ilyen 4-5 millió borma meg is van. És akkor nem lenne ez a temédesok égetés, füst,
meg ott karcsinál az, a, ami ott tényleg, az kicsit irritáló, meg ha falevelet összeszedi valaki, oda kiviszi, bekomposztálni, bizonyos mennyiségű, mit tudom én, kivisz 3 zsákkal, kapsz érte 10 kiló kis virágföldet például. Ösztönözni az embert arra, hogy de itthon szórja széjjel, ne olyan helyre megy, oda, nem az árokba haigálja össze-vissza, oda kivinnék, majd évvégén vagy tavasszal kapok érte valami kis virágföldet. Ez csak egy ilyen ötlet volt, hogy ezt meg lehetne pályázni, szerintem biztos, hogy hát nem zárkóznának az ilyesmitől el, mert ez sok. Például itt a környéken mindenhol van olyan gaj, meg géggaj, minden cízmán, főleg meg tavasszal, amikor jönnek a fomencés szőlő, minden, oda ki lehet emélni. És bekomposztálni. Nem elégetni, el bekomposztálni. Ez környezetszennyezés szempontjában, te mondtad a környezetszennyezést. Teljesen logikus és jó ötlet. Egy dologra felvettem el akár, ez a komposztálás ilyesmi, oké. Az oda kivítés, hát én nem nevezném azért második személytelnek, de ha nekem lenne ott földön engem is szavalni, és ebben teljesen egyetértünk. De annyit azért el kell mondanom, hogy számtalan rendőrségi felmentést tettünk, amikor tudtunk róla, sőt néhányszor a kivítóra, a tulajdonosra is kiderült, meg kivitték a levelezéstől kezdve, nem tudom mit is oda, és le tudta a hatóság nyomozni azokat, hogy ki vittek oda a szemetet. Van még valakinek kérdése? Jó, hát akkor én úgy mondom, zárszóként azért azt szeretném mondani, hogy köszönöm szépen a hozzászólásokat. Legalább válaszoltunk néhány embereket érdeklő kérdésre. Én azért itt az ünnepek közeltével csak a türelemmel csak azt szeretném kérni, hogy vegyük észre a jót is, ami a településen történik, ne csak mindig a rosszat. Én úgy gondolom, hogy sokkal több minden történik a településen, jó dolog, mint rossz. A rossz lehet, hogy inkább csak egy-egy embernek, egy-egy kisebb közösségnek a problémája, mert személy szerint nekik biztos nagyon-nagyon komoly probléma. Próbálom benne segíteni, de tényleg az lenne, ha látnánk azt, hogy és én bízok benne, azt, hogy nagyon sokan látják, hogy igazából tényleg érhető, tényleg fejlődő település Nagyvárdi. Ezért dolgozunk, és remélhetőleg az élet is úgy alakul majd munkahelyek bármit területén, hogy ezek a befektetett munkák, pénzek, akár amit említettem, az orvosi rendelőt, az óvodán, az iskolán keresztül, az utakig, a szervizszállatokig, mind meghozza majd a gyümölcsét, hogy egy tényleg egy nagyon élhető és gyarapodó település lesz. És ezekkel a gondolatokkal is mindenkinek kellemes karácsony ünnepeket, és nagyon boldog sikereknek azt a boldog évet kívánok. Köszönöm szépen!